Kesebb vagy te az emberek fiainál. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek, miképpen kezdetben valamost és mindenkor. Mai napon új misére jöttünk, tegnap Kisrigó László püspökatya Brendon atyát pappá szentelte, ma új misét tart itt Kisteleken. Kérem a híveket énekeikkel, imádságaikkal kapcsolódj. Üdvösségünk, áldozatunk őhet,
bűnlet, remény, üdvösség. Ja, tessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és kegyünkben el. Megesküdött az Úr, mondd-e az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra. Tiéd az első tét, a napnak napja, a szentek fényességében. Üdvözd légy, Mária, kegyelem, az Úrban levele, áldott vagy te az Úrban köttet, és áldott a te méhed. Isten, imádkozz, értünk bűnösökért, most és halál óráján. Amen. Üdvözlégy Mária!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindjárnyatokkal. És a te lelkeddel. Kedves újmis és paptestvérem, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő urak, kedves vendégek, szeretett jó hívek! Szeretettel köszöntünk első ünnepélyes szentmisét bemutatása alkalmából. Örömmel és hálatelt szívvel jöttünk össze, hogy veled együtt adjunk hálát a jó Istennek, és köszöntsük Krisztust, aki kiválasztott téged az ő követésére, és szentelő püspököd készfeltétele és imádsága által tegnap ez időtájt az ő papságában részesített téged. Pár héttel ezelőtt hallottam egy szép idézetet, miszerint Krisztus nem a célba érést várja tőlünk, hanem úton akar találni bennünket akkor, amikor eljön újra. Ahogyan a tegnapi püspök úr is a szentelési szentmise végén említette, a papszentelés nem célba érés, hanem útra kelés. Te is most útra kelsz. Útra indulsz. És ha bár a tegnap Szent Jakab apostolra irányítottuk a figyelmünket, de a tegnap volt Szent Kristófnak, az úton lévők védőszentjének is az emléknapja. Róla jegyezték föl, hogy feltett szándéka volt, hogy a világ leghatalmasabb urának a szolgálatába álljon. Éppen ezért elindult, hogy megkeresse azt. Először egy király mellé szegődött el, de mikor rájött, hogy nem ő a leghatalmasabb, mert hogy fél az ördögtől, ezért az ördög szolgálatába állt.
Egy idő után rájött arra, hogy az ördög is fél valakitől. És elment, hogy tovább keressen. És egy folyóparthoz érve, egy egyszerű halász ember azt tanácsolta neki, hogy álljon meg itt, és segítse át a túlpartra azokat, akik át akarnak kelni a folyón. És egyik alkalommal, amikor egy kisgyermeket vett a vállára, és elindult vele át a folyón, ez a kisgyermek eleinte könnyű volt, de ahogy haladt, bentebb és bentebb, egyre nehezebbé vált. És amikor megkérdezte, hogy ki vagy te, akkor ez a kisgyermek azt válaszolta, hogy én vagyok a názáreti Jézus, aki azért jött, hogy az embereket megmentse. Szent Kristóf a legnagyobb urat a legkisebben találta meg. Kívánom, hogyha te is a legnagyobbat akarod szolgálni, akkor keresd a legkisebbeket, a leggyengébbeket, a legelesettebbeket, a legrászorultabbakat. Környezetedben bőven fogsz találkozni ilyenekkel. Kívánom, hogy készíts az életedből ajándékot, mert ezután csak akkor leszel boldog, ha egész életedet, tehetségedet, szeretetedet Istenre és Anyaszent Egyházadra fordítod. A nemrégiben elhunyt Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes egy hosszú papi élet összegzését egy egyszerű versikével zárta, amelyet én is szeretnék most a szívedre helyezni. A következőképpen szól. Szeretnél egy életet, amely rémálomként nyomaszt? Legyél pap, de csak fél szívvel. Szeretnél egy életet, amely telistele boldogsággal és napfénnyel? Legyél pap, teljes szívedből, lelkedből. Hát az utóbbit kívánom neked, nagy szeretettel, és ehhez adjon neked a Jóisten sok kegyelmet, erőt és jó egészséget. Isten segítsen, megkezdett papi utadon. Istennek dicsőség, zengjen ma glória, primíciára gyűlt össze kistelek temploma, hazáját otthagyva, akárcsak Ábrahám, Isten hívásának engedett Brandon atyánk. Nigéria földjén jó földbe hullott a mag, s egy fiúcska szívében vert gyökeret a hang. Ez az én szeretett fiam, kiben kedvem telik, Brandon. Tervem benned beteljesedik. Szólt az Isten, s a fiú már tudta. Élete kiválasztott a szentséges útra. Papnak hívta meg őt, mennyei atyánk, hogy kövesse Melkizedek rendjét egy életen át. Itt vagyok, Uram, szólítottál, mondta a fiú, s repülő szárnyán Szegedig vezette az út. Szegedcsanád egyházmegye lett alma mátere, hitében erősödvén, magyarul is megerett nyelve. Évek múltán Isten kegyelméből most itt áll, első szentmiséjét bemutassa oltárunknál. Brandon atya, légy hű szolgálója Istennek, jó pásztora Krisztus kishitű népének. Kívánunk Istentől megáldott, hosszú életet, Jézus evangéliumát követő, boldog éveket. Jó papként kormányozd egyházunk hajóját, most és mindörökkön át. Amen.
Kedves Brandon atya, nagy tisztelettel köszöntünk itt Kistelek városában. Gratulálunk a papszentelésedhez, és jó egészséget kívánunk ezen a papi hivatásba. Sok erőt és áldást kérünk a jó Istentől, hogy segítsen utadon. Gratulálunk még egyszer a Kisteleki Egyház Közösség nevében. Kedves testvérek, ezt a Szent Mise áldozatot elhunyt Kucsora Imre és felesége Tótti Etelka és gyermekeik Imre, Tamás, Pál és Sándor lelki üdvösségéért ajánljuk fel, valamint elhunyt Paplógó Gábor lelki üdvösségéért és élő és elhunyt családtagokért. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepehessünk az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, minden korszak ünnep Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Isten báránya, az atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, te az irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsőségét nem. Amen. Könyörögjünk.
Irgalmas Istenem, hallgass meg jóságosan könyörgésemet, és világosíts meg szívemet a Szent Lélek hegyelmével, ha a szent titkaidat méltó szolgáljam. Egyházadban híven betöltsem küldetésemet, és téged örök szeretete szeresselek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökön öröki. Amen. Olvasmány a királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában, és így szólt az Isten. Bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta. Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat, atyám, Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nap, egy élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Mert hisz ki tudnám másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki. Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, és nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Mondd az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra. Tiéd az elsőség a te hatalmadnak napján, a szentek fényességében. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluia, alleluia, alleluia.
Az én juhaimat ismerem, és ismernek engem enyém. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsájtja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a vízszínén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! És akkor most nigériaiul. Otito diri Jesu Christi! Természetesen, hát Brandon atya miséjén milyen nyelven is kezdhetnénk a szent beszédet, mint a nigériai nyelvvel. A minisztránsokkal már itt tanultuk a kezdet kezdetén, hogy milyen jó az, hogy különféle nyelveken tudjuk őt köszönteni, és már itt, ahogy jöttünk be, már tanultuk, és sok félremondás is volt. Mondtam, hogy na most az orrotokra koppintok, hogyha rosszul mondjátok, mert hát ünnepi alkalom van, és most szépen kell mondani ezt, most ne vicceljük el. Nos, komolyra fordítva a szót, 2014. februárjában egy különleges dolog történt. Két nigériai fiatal érkezett a szemináriumba is. Emlékszem, hogy kicsi megilletődve, nagy szemekkel érkeztek a szemináriumi ebédlőbe, ahol egy ebéddel fogadtuk őket. Akkor érkeztek Nigériából épp egy repülő út után, és hát ebéd után oda mentem hozzájuk bemutatkozni, és mondják, kérdeztem, hogy hát what's your name, hogy hogy hívnak titeket, és mondja az egyik, hogy Nadi Onyedikácsi vagyok, a másik, ugye, így, a másik meg Amanso Csikamarampám. Hát, aj, hát hallgattam ezeket a neveket, és mondom, hát én, az én csekélységem, hogy fogja ezeket szólítani, vagy hogy fogja ezeket a fiúkat megnevezni. Aztán nagy kő esett le a szívemről, amikor mondta, hogy Brandon és Benjamin, tehát, hogy egy számomra is értelmezhető nevet is hallottam, és nagy örömmel indult el az ő idejük itt Magyarországon. Így indult az a történet, mondhatjuk, ez volt a legelső momentuma, amely most egy mérföldkőhöz ért Brandon életében. És
sok élmény vezetett idáig, kedves Brandon. Ugye emlékszem, kezdetben volt nyelvtanulás, azzal a nehézségekkel együtt, amik voltak. Mentünk ugye nyelvóra, vagy boltba kellett menni segíteni, hivatalokba, ide-oda. Mindig próbáltam a lehető legjobban segíteni Brandonnak és Benjaminnak, és aztán jókat nevettünk a vicces nyelvbotlásokon, a elszólásokon. Aztán cserébe én is megtanultam egy-két nigériai dalt, vagy kifejezést, most már tudok Nigériába ételt kérni, meg italt, meg hát még sört is akár, ugye, azt megtanították, hogy hogyan kérjek, ha esetleg oda kerülök, akkor mégis bármi legyen, de hát akár a hívek is tudják, a Mirim Maram, a Nobodo Fatima és a különféle dalokat, hát sok élmény alakult így a nyelvtanulás kapcsán, és kölcsönösen fejlődtünk egymás kultúrájában. Brandon is tanulta a mi nyelvünket, a mi kultúránkat, mi is egy kicsit tanultuk az ő életüket, szokásvilágukat. Aztán emlékezetesek azok a szemináriumi pillanatok, amikor tanulásban segítettünk egymásnak, vagy magyaráztunk egy-egy bonyolult filozófiai fogalmat, amit még angolul is nehéz megérteni, nem, hogy magyarul egy idegen nyelvű embernek. Tehát sok szép ilyen segítő pillanat van, amikor a kölcsönös segítség, a jó barátság, a jó tanácsok építették a kapcsolatot. Emlékezetes a mezőtúri kirándulás is, amikor eljöttek és megnézték szülővárosomat, és jól éreztük magunkat, lovagoltunk, elmentünk ide-oda kirándulni, és csónakáztunk is. És hát így a csónakról tulajdonképpen egy történetet kerestem a Bibliában. Jézus is arra hívta az ő apostolait, hogy szálljanak be a csónakba. És most így ennek az álomnak a beteljesedése után, most, hogy már az, amiért eljöttetek ide, és eljöttél, Brandon, ide Nigériából, most, hogy az teljesül, azt a feladatot kaptam, hogy bátorítsalak, és buzdítsalak így a papi hivatás kezdetén. És Isten hívását követted, Isten megálmodta rólad, hogy pap legyél. És ez az álom gyerekkorodtól kezdve téged is maga a hatása alá vont. Gyerekkorodtól kezdve neked is álmod lett az, amit Isten megálmodott rólad, hogy pap legyél, és hogy így szolgáld az Isten. És most ez az álom, ez a beteljesült álom itt van előttünk, és nagy örömet lelünk a te papságodban. Nagy öröm számunkra, hogy láthatjuk ennek a bimbónak, mondjuk így az első kinyílását, hogy látjuk azt, hogy első szentmisét mutatsz be, és hogy teljesült az az álom, amiért otthagytad szülőföldedet, és szülővárosodat, családodat, barátaidat, egyházközségedet 6,5 évvel ezelőtt. Nagy örömmel figyeltem, és ezeket a kis epizódokat most magam elé idéztem, és nagy hála van a szívemben. És Péternek a történetével szeretnélek bátorítani téged, buzdítani, így a hivatásnak a kezdetén. Egy olyan történetet választottam a mai evangéliumban, amely a papság számára nagyon is aktuális, és nagyon nagy üzenetekkel bír. Halljuk, hogy Jézus bárkába hívja el az ő apostolai. Azt mondja, hogy menjetek el, és üljetek egy csónakba. És nagyon hasonló ez a papsághoz. Jézus elhív férfiakat, elhív embereket, hogy még elkötelezettebben, még nagyobb odaadással szolgálják őt. És te is most már benne vagy az egyháznak a bárkájában, benne vagy az egyháznak a csónakjában. És ezzel, mint lelkipásztor, mint felelős ember vagy ott jelen. De a mai üzenet az arról szól, hogy mi történik ott a bárkában, mi történhet ott, amikor Jézus elindít bennünket a csónakjában. Elindul Péter, látjuk az ő életében, beül ebbe a csónakba. És ebben a csónakban egy megmagyarázhatatlan jelenség történik. Egy olyan jelenség, ami addig emberi eszével nem volt megérthető. Csónakban ülnek, hajnalban, sötétség.
Hajnal 3 és 6 óra között lehetett az idő intervallum, amikor ez a jelenet lejátszódik. És látják, hogy a sötétségből egy fényesedő alak közeledik feléjük, de nem a part felől, hanem a vizen. Megijednek, nem ismerik föl az ő mesterüket, de amint az első ember, amint Péter az ő figyelmességével, az ő Jézus ismeretével odafordul efelé, az alak felé, látja, hogy Jézus Krisztus az. És Jézus egy dolgot mond neki, bátorság, ne féljetek. Azt mondja, én vagyok. Ez a papi életnek egy nagyon fontos mondata. Jézus Krisztus, amikor az ő csónakjába belépünk, mindig azt mondja a szívünknek mélyén, minden egyes imádságban, minden egyes lelkipásztori küzdelemben, minden egyes percben, hogy bátorság, én vagyok veled, ne félj. Bátorság, én ott vagyok a te életedben, és én hívtalak el téged erre a hívásra. Én voltam az, aki ezt az álmot a te szíved mélyén neked ajándékoztam. Én voltam az, aki oda helyeztem ezt az igazságot a szíved mélyére. Bátorság, ne félj! Ezt mondja Jézus Krisztus. És Péter ezekre a szavakra az ő szívét odafordítja a mestere felé. És látja, hogy csoda dolog történik. Olyan dolog, amit nem ért. Olyan dolog, amiben nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni. De mégis a mestere iránti nagy szeretet azt mondja neki, hogy oda kell menjek Jézushoz. És megkéri Jézustól, hogy add meg nekem Jézus, hogyha teheted, hogy hagyd menjek oda hozzád a vizeken, hadd sétáljak oda hozzád, hagyd találkozzak veled ott, abban a természet feletti találkozásban. És Jézus szava igent mond erre a vágyra. Azt mondja, gyere! És Péter fogja magát, elindul. Kell ez a fajta bátorság neked is, Brandon atya, papi életed kezdetén, hogy amikor Jézust látod, akkor merjél gyermeki vágyakozással nagyot kérni tőle. Nem azt a reménytelenség lelkét kaptad, nem olyan lelket kaptál, amiben nem csinálunk semmit, hanem olyan lelket kaptál, amiben kérheted az Istentől, hogy ő vigyen végbe csodákat a te működésed által. Kérheted azt, hogy láss embereket közeledni Istenhez. Kérheted azt, hogy tartson föl téged, amikor gyengének érzed magad. Kérheted azt, hogy ő legyen az, aki téged segít. És Jézus azt fogja mondani, ha te erre vágysz, ha te ezt szeretnéd csinálni teljes szívedből, akkor gyere. Ha fél szívvel csinálod, akkor ott maradsz a csónakba. Nem fog történni semmi. Ahogy Imre atya is jól megfogalmazta az elején, fél szívvel nem érdemes csinálni. De ha teljes szívvel Jézusnak elmondod a vágyaidat, hogy mit szeretnél lelkipásztorként végbevinni, hogy szeretnél tömött templomot látni, hogy szeretnéd, ha a bérmálkozók megmaradnának, ha az első áldozók találkoznának Jézus Krisztussal, akkor Jézus vezetni fog, és meg fogja adni a kegyelmet neked, hogy erre képes legyél. Akkor is, hogyha elindul az imbolygás, elindul a talaj, a bátorság lelke legyen rajtad, ez a fajta gyermeki bátorság, amely mer Istentől nagyot kérni, mer Istenre ráhagyatkozni. Aki elhívott téged, nem reménytelenségre hívott el, nem gyümölcstelenségre, nem arra, hogy lásd magad körül az embereket kiszáradni, hanem sokkal inkább arra, hogy általad Brandon életet adjon, és természet feletti csodákat vigyen végbe. A Szentírás azonban leírja, hogy mi történt ebben a jelenetben. Egy erős szél támadt. Erős szél, amely a kísértésnek a szimbóluma. Ez az erős szél volt az, ami miatt Péternek meginogott a lába. Péter elkezdett süllyedni, elkezdett merülni. Ez az erős szél a te életedben is jelen lesz. Jelen lesz körülötted a világiasságnak a lelke, amikor azt mondják, hogy nem fontos az Isten, te se tartsd már annyira fontosnak Istennek az útját. Nem fontos az, amit te hirdetsz, mert már a világ túl haladott az Istenen.
ez az erős szél fúj ma Európán keresztül, ez az erős szél fúj akár bármelyik országban. Nigériában ez az erős szél, ez a keresztény üldözésben testesül meg, az iszlámnak a hódításában, abban, hogy terrorizmus van. De nálunk Európában ez az erős szél, ez egy szellemi szél, egy olyan szél, amely az embereket a büszkeségre vezeti, a hitetlenségre vezeti, Isten megvetésére vezeti. Neked nem szabad ezt nézned. Nem szabad azt nézni, hogy az emberek miképpen reagálnak a nagy átlagban. Mert nem a világ lelkét kaptad, hanem a jó Istennek a lelkét. Azt a lelket kaptad, amely mindig tud jót kihozni, akkor is, ha erős szél fúj a te életedben. Fogják mondani, hogy minek neked papként élned. Fogják mondani, hogy az életed lehet, hogy nem azt közvetíti, amit az emberek akarnak, de te nem az embereket követed. Te nem az emberek véleménye szerint lettél pap, és nem is az emberek miatt fogsz pap maradni, hanem azért fogsz pap maradni, mert elhívott az Isten, és bele akart téged ebbe helyezni. Aztán lehet, hogy te magad is élsz át kudarcokat, nehézségeket, csalódhatsz emberekben, csalódhatsz önmagadban, vagy egy egyház községben is, de ez is egy erős szél csupán. És van az a tekintet, amely kiemel ebből. Van az a tekintet, amelyre, ha ránézel, mindig ott lesz számodra. Péter az erős szelet nézte, az erős szélre irányította a tekintetét, és süllyedni kezdett. Jézus azt mondta, te kicsiny hitű, nézz rám! Ez a tekintet, Jézusnak a szerető tekintete mindig kísérni fog téged. Sosem fog tőled elmaradni. Mindig ott lesz ez a tekintet az imádságban, ha elmész egy szentségimádásban. Mindig ott lesz ez a tekintet, ez a megbocsátó tekintet a dobozban, ott hátul, egyik prédikációdban így fogalmaztál, hogy ott hátul az a doboz, a gyóntatószék, az a bűnöknek és a Jézussal való találkozásnak a helye. Ott van Jézus tekintete, és vár rád. Ott vár téged Jézusnak a tekintete, akár a rózsa fűzér imádkozásában, amikor szemléled a titkokat, a szűzanya kezét megfogva, és Jézushoz kapcsolódsz. Ott vár téged olyan sok pillanatban, és nekünk papoknak azért nagy szerencsénk van ebből a szempontból, hogy mindig tudunk találkozni az Istennel, mert hogy ez a feladatunk. És egy idő után a jó Isten mindig megtalál bennünket a saját szent miséinkben, megtalál a saját ima csoportjainkban, a jó Isten meg tud találni minket a saját imaestjeinken, amelyeket szervezünk egy-egy egyházközségben. Hányszor és hányszor tapasztaltam, ezt most saját tapasztalatként mondom, hogy én adok valamit, én próbálok szervezni valamit, és kétszer annyit kapok a jó Istentől vissza egy-egy isteni megtapasztalásban, egy ima élményben. Ha a tekintet kérdésében nézzük, ő mindig ott lesz számodra, és újra megadja neked, hogy ki tud magad húzni. A papi élet erről szól, mindig Jézus tekintetét szemlélni. Szemlélni azt, hogy ő hova néz, és te is úgy kell, hogy szemléld azt, amit ő néz. Szemlélni azt, hogy ő hogy látja a dolgokat, az embereket, az egyházközségeket, és akkor az ő tekintetéből megtanulsz majd olvasni. Kétszer annyi részt kapunk papként a jó Istenből, mint arra számítunk, és ezt jegyezd meg, Brandon. Bármikor úgy érzed, hogy süllyed a dolog, amikor az erős szél fúj körülötted, lásd azt, hogy van az a tekinted, amely mindig figyel téged és kísér téged. Jegyezd meg ennek a dolognak a dolgát. És Péter, látjuk a következő helyzetben, visszatér, kicsit megszégyenülve a csónakban. De a körülötte lévő apostolok mégis azt mondják, ez a Jézus valóban az Isten fia. Péter a maga kis hitűségével is, a maga gyengeségével is gyümölcsöt tud teremni, mert az embereket, akik körülötte vannak, az apostol társait a hitre vezeti. Az ő hitetlenségének példája is, az, hogy elsüllyed, az, hogy Jézusnak azonnal utána kell kapnia, az ő hitetlensége is példa a többiek számára.
És ez a jó Jézusban, hogy a mi süllyedésünket is föl tudja használni, a mi merülésünket is föl tudja használni az ő akaratának teljesítésére. És akkor körülöttünk az emberek, ha látják rajtunk Isten jóságát, látják azt, hogy nekünk Isten mindig ott van támaszként, akkor azt fogják mondani, hogy titeket valóban az Isten fia vezet. Ti valóban az Isten fiát szolgáljátok, és őt követitek, és bennünket teljesen föl tud használni Isten a magunk tapasztalatával és helyzeteivel együtt. Jézus Krisztus, kedves Brandon, erre hívott el téged, hogy tehetségeddel, de akár sikertelenségeiddel is vezesd az ő népét. És nem kell félni a sikertelenségtől, nem kell félni az erős széltől, mert Isten jobban tudja, hogy miért hívott el. Jobban tudja azt az Úr, hogy mit kell tenned, és ezért, ha őt követed, nem lesz benned félelem, nem lesz benned kétségbeesés, mert tudod, hogy ő neki úgy kellettél, ahogy vagy. Neki nem tökéletesként kellettél, hanem úgy, ahogy meghallottad a hívását, és azt bontakoztatta ki benned. A Szentírás azt mondja, hogy aki elhagyja apját és anyját, és hirdeti az evangéliumot, és a mennyek országáért vállalja a cölibátust, a százannyit kap már ezen a földön. Ez egy ígéret Jézus Krisztustól. Ígéret, hogy lesznek testvéreid, unokatestvéreid, édesanyáid, édesapáid az Úrban. Ígéret, hogy mindig lesz valaki, aki segít téged, és akit te tudsz szolgálni, aki felé tudod vinni az Isten. Amit Jézus ígért, azt te mindig kérheted tőle, és ő meg fogja neked adni. Ezzel a bizalommal, a bátorság lelkével felvértezve indítalak most papi életednek az útján. A bátorság lelke töltsön el, és kísérjen téged életed minden napján. Az a fajta gyermeki bátorság, amely Péterben nagy vágyakat indított fel, és az a fajta bátorság, amely Jézus közelségéből, Jézus tekintetéből fakad. Egy olyan közösségbe helyezett a püspök atya Kistelekre és a környező 7-8 településre, amely nagyon is szomjazik a jó Istennel való találkozásra. Olyan emberek vannak itt, akikkel lehet együttműködni, akiket lehet tanítani a jó Isten felé. Kistelek is külön küldetést kapott a jó Istentől, hogy a térségnek a lelki központja legyen, és ezért van itt három pap is most jelen pillanatban. Három pap, három stílus, de egy az Isten, akit képviselünk, és ebben az együttműködésben arra kapunk meghívást, hogy ez a térség elinduljon a jó Isten felé, hogy itt élő programok legyenek, hogy mi hárman úgy tudjuk mozgatni ezt az időszakot, amíg ezt megengedi a Jóisten, hogy abból a híveknek minél több gyümölcse legyen. Hálás vagyok, hogy paptestvérként nekünk ajándékozott téged most a Jóisten, és úgy látom a közösség is hálás. Már abból látszott, ahogy szervezték a papszentelési készületeket, már abból látszik, ahogy elindult és vállalták az ebédnek a lebonyolítását, a süteménysütést, az éneklést, a kántori szolgálatot, a minden egyes szervezésnek a dolgát. Ez a közösség most rád vár, Brandon atya, rád vár, hogy légy az, akinek a Jóisten megáldmodott téged, és használjon téged úgy, ahogy a Jóisten akarja. Erre kérem a Jóistentől a Jóisten áldását, azt gondolom mindannyiunk nevében. Áldjon meg téged az Isten, legyen rajtad a bátorság lelke, erősítse benned azt a szelídséget és alázatot, amelyet megtapasztaltunk tőled a szeminárium ideje alatt, amelyet a barátságban oly sokszor én is megtapasztaltam kapcsolatunkban. Erősítse benned a lelkipásztori elhívást, a prédikálásnak az erejét és a lelkét, öntse ki rád a jó Isten, és akkor mindannyian közelebb kerülünk a jó Istenhez. Te is, és mi is egyaránt. Ezzel az áldással, ezzel a jó kívánsággal indítalak most életed, papi életednek első szentmiséjén. Kívánom, hogy a jó Isten legyen veled, és majd egykor
amikor ott állsz a mennyország kapujában, lásd azt a 100, de mit 100, 1000, 10000 ember, akit te a mennyországba el tudtál vezetni, lásd majd azokat, akik ott fognak állni, és hálát fognak adni neked azért, hogy köszönöm, Brandon atya, azt a tanítást, köszönöm, hogy közelebb vittél a Jóistenhez, köszönöm, hogy itt lehetek a mennyei örök boldogságban, köszönöm, hogy Isten ajándéka voltál, és megtetted azt, amit Isten megálmodott rólad. Így legyen. Amen. Hiszek egy Istenben, imádkozzunk testvéreim, mennyei atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjük tőle igaz bölcsességet. Adj, Urunk, bölcsességet szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök haza felé. Adj, Urunk, bölcsességet a világvezetőinek, hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket, és az egész emberiség javát. Adj, Urunk, bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzését minden áldozatra készek legyünk. Adj, Urunk, bölcsességet a szülőknek, hogy gyermekeiket az örök értékeket megbecsülésére neveljék. Adj, Urunk, bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét. Jóságos Istenünk, add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség lelkét, hogy az igazi javakat ne csak felismerjék, hanem akár áldozat áron is. Azok megszerzésére törekedjenek, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves az új áldó, harcolj
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedben az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Mindenható Istenem, fogadd szívesen ezeket az áldozati adományokat, amelyeket hódolattal ajánljuk neked. Tekints Krisztusra, aki egyszerre főpap és áldozat, és add, hogy amit papságának részese lehetem, magamat is mindig kedves lelki áldozatként ajánljam fel neked. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és ha te lelkedte, emeljünk föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is minden út hálát adjunk néked. Mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülöttedet szent lelkedet az új és örök szövetség főpapjával felkented, és csodálatos rendeléssel szent úr meghagytad, hogy az új egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsága tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kizrátit elálltal szolgálatának részesévé váljanak. A világ megváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, és fiaidnak készítsék el a hűsvéti lakomát, szent néped között a szeretetben élen járjanak, az igében táplálják, és erősítsék a szentségek által. Ők illetőket neked is testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljek, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned és szeretnek téged. És ezért mi is az összes angyalokkal is szentekkel együtt, Úrunknak vallunk téged, és újongva zengjünk. Szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennye és a földe. Hozsanna a magasságban, áldott aki ő az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicső téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népezd, gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunknak és Krisztusnak, akiknek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakon, amelyen elárultatott, kezébe veszi a herc,
és neked hálát adva áldást mondott, megtölte tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adati. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi, ez a vérétetek és sokakét kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálának élhetünk, Úrunk, és itt te vagyunk feltámadásra, a mi velünk. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hála szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föld benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Istvánnal, Szent Brendannal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, akikért ezt a szent mise áldozatot felajánljuk, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön öröki. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hagy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várunk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten vágyakoz, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy én, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, ketten fognak áldoztatni, Brandon atya itt az oltár előtt, a diakónus úr pedig középen. Kérem, hogy akik hátul vannak, ne akarjanak előre jönni, hanem a diakónus úrnál áldozzanak, csak kézbe áldozhatunk. Aki nékem szól meg áll, engem köthessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Dús réteken átetnék el, üdítő vizek mellett
nevelt engem. Az igazság ösvényein vezetett engem, az ő nevéért. Asztalt készítesz nekem, hogy szorongatóimat megszégyenítse. És a te irgalmasságot kísér engem, életemnek minden napján, hogy az Úr házában lakjam, időtlen időkig. Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rá. Jóságában százszor szent az ő neve, dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát, Fiút és a Lelket századokon áll. Tudom, hogy mit adtál, tövis koronát. Áldott légy ma érte, s minden koron áll. Tudom, hogy mit adtál, tövis koron áll. Áldott légy ma érte, s minden koron áll. Figyeljetek már! Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, Atque Sempre Virgo, Felix Ceri Porta,
Könyörögjünk! A mennyei kenyére megerősítve, s az új szövetséggel hiboromet merítve, kélek mennyei atyám, add, hogy hűséges szolgáljálak, életemet bátran is büszgön áldozom az emberek üdvének szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreknek hirdetem, hogy jövő héten, hétköznapokon a szokott időben este 6 órakor lesz a szentmise. A hétfő esti szentmisét elhunyt sejben Pál lelki üdvösségéért ajánljuk fel. A kedd esti szentmisét elhunyt Nagy János és felesége Pap Matild, valamint elhunyt Hell Pál és felesége Papdi Mária lelki üdvösségéért ajánljuk fel. A péntek esti szentmisét elhunyt nagyszülőkért és családtagjaikért ajánljuk. A szombat esti szentmisét a szűzanya tiszteletére és a Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért. Jövő vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisét Öszterling Attiláné elhunyt családtagjaiért, továbbá elhunyt Sulik Istvánné Virág Julianna lelki üdvösségéért halálának 20. évfordulóján, valamint elhunyt Szolnokinné Rovó Beáta lelki üdvösségéért. Őt kedden fogjuk eltemetni itt Kisteleken, egy fiatal, 40 éves édesanyáról van szó, kérem, hogy imádkozzanak érte és a családjáért. Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapja lesz, délután 2-4 órától szentségimádást tartunk itt a templomban. Szeretettel várjuk mindannyiukat. Brandon atya, ha még megengedsz néhány szót röviden, szeretnék gratulálni neked, hogy ilyen szépen bemutattad ezt a szentmisét. Én megmondom őszintén, hogy ha 6,5 évet töltenék el Nigériába, vagy ha 30 esztendőt, akkor se tudnék ilyen szépen a ti nyelveteken misézni. És különösen, hogy mindezt énekelve tetted, ez úgy gondolom, hogy nem kétszeresen, ahogy mondani szokták, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik, ez többszörös imádság volt, hiszen a jó Isten látta és tudja a te küzdelmeidet, látja a te hozzáállásodat, a te akaraterődet, látja azt, hogy te mit tettél meg azért, hogy ezen a szentmisén ilyen szépen, ilyen bátran és ilyen lelkesen helyt tudjál állni. Gratulálok ehhez. Minden bizonnyal szüleid, akik bizonyos részleteket láttak ebből a szentmiséből, mert élő egyenes adásban ők is itt voltak, büszkék lehetnek rád. Tegnap püspök úr a szentmisében csak az édesanyákról beszélt, de vannak édesapák is. És vannak szülők, akik valóban fontosnak tartják azt, hogy gyermekük boldog legyen, hogy gyermeküknek az élete célba érjen. Mint ahogy a tegnap hallottuk Jakab apostol édesanyjáról is, hogy hát egy picit túlreagálja, de jót akar a gyermekének, és ahogy püspök úr említette, ezzel egy picit nevetségessé teszi magát, hát megnyugtatlak téged, a papi életed során többször válsz nevetségessé. Először is azért, mert ember vagy. Másodszorban azért, akit képviselsz, Krisztus miatt. De ne ijedj meg az ilyenektől. Én azt mondom, hogy ha valaki Krisztus miatt és embersége miatt már bohóccá válni, az nem megszégyenülés, hanem megtiszteltetés. Hát még egyszer gratulálok, és most átadom a szót neked, hiszen eddig csak imádságokat énekeltél szépen, kérünk, hogy pár szót szóljál is hozzánk, és hát Zoli atya már elárulta, hogy püspök úr idehelyezett a kisteleki egyházközségbe és a hozzánk tartozó településekre, ne ijedj meg, én is itt kezdtem. Túléltem, te is túl fogod élni. Minden segítséget meg fogsz kapni, mint ahogy annak idején én is megkaptam, hiszen én, ha nem is több 1000 kilométerről, de 700 kilométerről jöttem ide,
az én szüleim is távol vannak, én is ritkán, különösen most a járványhelyzet miatt nem tudok velük találkozni, de hidd el, hogy ebben a közösségben olyan emberekre fogsz találni, akik, ha nem is tudják ugyanúgy pótolni az édesanyai és édesapai szeretetet, mint ahogy azt a vérszerinti szüleink tudják, de a tenyerükön fognak hordozni. Légy ember, aki megérted az embereket. Krisztusban, kedves testvérek, első Tesaloniki könyvben az 5. fejezetben így szól, hogy mindenben hálakat adjatok. Ma nagyon-nagyon hálás vagyok. Mint ahogy Zoli atya említette a predikációjában, hogy amikor bemutatkoztam magamat neki 2014-ben, mondtam neki, hogy a nevem Amansa Brandon Cséka Marampam, vagy rövidítve Cséka. Cséka Marampam magyarul azt jelenti, hogy Isten tudja, mi a benső vágyom, vagy mire vagyakozok. Tegnap megteljesült egyik életem nagy vágyát, és pap lettem. Tehát hálás vagyok. Egyrészt a jó Istennek, aki méltónak találta, és hívott a papságba, hogy én is részese lehetem ennek a szép közösségnek egyik tagja. Ha valaki 16 év ezelőtt, idején októberben lesz pontosabban 16 év, amikor elindultam ezen a pályán kis szemináristaként, hogy 16 év múlva pap leszel, és sőt, Külföldön fogod mutatni az első szent misédet. Lehet, hogy ezt egyrészt hinném, de a másik részt nem hittem volna. Ahogyan ide kerültem Magyarországra, hogy itt vagyok mai napon, szerintem minden csoda. Szerintem minden Isten kezében van az életemben. Nem tudok kifejezni, mennyire hálás vagyok, mert nem könnyű ez az elmúlt 6,5 éve, de mindig voltak, akikre, vagy olyan emberek, akikre tudok fordulni, akikre tudok segítséget kérni, és mindig segítenek. Hálás is vagyok a püspökeimnek, elsőként az egyházmegyi püspököm, Dr. Agostino Palma, aki kiküldött engem meg Benjaminnak testvérem ide Magyarországra tanulni. 2014-ben akkor fejeztünk be a egy év spirituális évünk. Otthon a mi egyházmegyemben sose volt olyan, hogy valaki nem tanult filozófia és külföldre került. Legalább az szokott lenni, hogy 4 év filozófiát tanulunk, és aztán mehetünk külföldre. De én meg Benjamin testvérem, mi voltunk az elsők ilyen, vagy olyan kispapok, akik külföldre kerültek, anélkül, hogy nem is kezdték, vagy nem is tanultak alaposan a filozófiát otthon. Az nagy megbízás. Az itt nagyon hálás vagyok. Másrészt a szegedcsanádi püspök, Dr. Kisrigó püspök úr, is köszönöm, mert nem könnyű meghívni itt idegen fiatalok az ő egyházmegyében, és bízni magunkat, hogy itt fogunk lenni tanulás végig. Nem könnyű bevállalni azt a feladatot, hogy nevelni fogok ezt a két idegen emberek. Tehát az itt is szívem mélyéből nagyon hálás vagyok. Szüleim, sose volt olyan helyzet, mióta mondtam szüleimnek, hogy pap szeretnék lenni, amikor nem támogattak. Mindig imádkoztak értem,
mindig segítették. Múlt héten beszéltem egyik testvéremmel, és mondta, hogy te remélem, hogy imádkozol. Mondom, persze imádkozok. Azt mondta, anya meg apa úgy imádkoznak, mintha világ vége van. Az nagyon éveztem. Lehet, hogy nem értenek, miről beszélek, de már beszéltem velük, szóval hálás vagyok értük, és hosszú, egészséges életet kívánom nekik. Testvéreim, heten vagyunk testvérek, ott fiú, két lány. Szóval szerintem édesapám nem fog sírtodni magát, hogy egy fia ment papnak, mert van potlás. Tehát a testvéreim, ők is ugyanúgy mindig támogatnak, hívnak, kérdeznek, hogy vagy, kúfoldom, mi a helyzetod, van mit enned. Szoktam nekik mondani, hogy hát csak nézzetek rám. Szóval nekik is hálás vagyok, mert együtt kezdtünk, a szép gyermekkori élményeim az, ami tart engem mai napig. Elöljáróim a rektor atya, Dr. Kovács Józsi, vagy Monsignor Dr. Kovács Józsi. Nem tudok képzelni, milyen nehéz volt, hogy a püspök atya két idegen kispap hozott, és valakire bízik. Nem beszélünk közös nyelv, vagy legalább a legapróbb közös nyelvet beszélünk, és nem tudok képzelni, mennyire nehéz volt, vagy mennyire biztos, hogy nem könnyű. Tehát rektor atya, köszönöm a türelmet. Köszönöm a nevelés. Köszönöm, hogy az elmúlt hat és fél évet édesapám figura volt nekünk. Köszönöm szépen. Prefi atya, Dr. Sefozó Leventé. Biztos, hogy szerintem, amikor beékeztél a szemináriumban, tehát kis idő, mielőtt találtunk az egyenrangú. Biztos, hogy nem volt könnyű. Biztos, hogy nem volt könnyű. Tehát, de aztán találtunk, vagy legalább gondolom, mondtam neki, hogy jöjjön atya, és féd azt a mise után. Tehát köszönöm a türelmed, köszönöm a minden támogatásod. Spiri atya is köszönöm, ha bár nincs itt, vitán van. Ő is köszönöm a lelki beszélgetések, minden segítségét, meg támogatásét. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Imre atya, amikor ide kerültem januárban, pastorális hétvégeként, megmondom őszintén, azelőtt még nem nagyon találkoztunk. Vagy nem tudok, vagy nem tudtam, mi lesz, hogy lesz, vagy milyen emberre fogok találkozni. De megmondhatom, hogy ahogyan mellette dolgoztam, akár januárban, akár az elmúlt másfél hónapban, mióta itt vagyok, szerintem bízom benne, hogy nagyon szépen fogunk együtt dolgozni. Habár tegnap poénkodtál, hogy szigorú főnök leszel, de nem baj. Tehát köszönöm a segítségedét, köszönöm mindenét, amit tanítottál, köszönöm a próbáit. Imre atyával próbáltunk a mai misét, hogy kell énekelni, hol kell állni. Az itt is fordul, mindig fordulok felé, hogy na most mit következik. Szóval nagyon köszönöm szépen.
Zoli atya, általában testvérnek szoktam szólítani, mert az, ő a testvérem. Az első ott van, ő volt a tolmácsunk, sőt, ő volt az első magyar tanítás. Letanultam, hogy kell mondani igen, meg nem. Voltak szép, nagyon szép élményeink együtt is. Azért, amikor diákoni szentelés akart döntöttem magamban, hogy ha itt lesz az új misém, Zoli atyától fogok kérni, hogy prédikáljon. Köszönöm a szüleid is, anya meg apa, úgy szoktam őket szólítani, azért, mert azok. Még nem volt olyan helyzetben, amikor bent voltunk a szemináriumban, Zoli atya hazament, és visszajött üres kézzel, semmilyen ajándék szüleitől. Úgyhogy ott voltak mindig nekünk, mindig támogattak, mindig gondoskodtak rólunk. Tehát őket is nagyon köszönöm. Köszönöm a kispap testvéreimnek, Krisztián, köszönöm, hogy itt vagytok. Azt kérem a jó Istentől, hogy adjon nektek a kegyelmet, hogy idáig tudtak is jutni. Diakonus atya, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. És kérem tek, hogy imádkozzatok érte, mert ilyenkor következő hónapban, vagy jövő hónapban ő is itt fog állni, vagy inkább félegyházan ott fog állni, mint ahogyan én állok itt most. Közeledik a szentelése, és kérek a jó Istentől, hogy adjon neked a kegyelmet, meg az erőt bevállalni ezt a nagy feladatot. Köszönöm a testvéreim, akik hasonló borszínű, mint én. Namóku, add meg. Linus, aki ott van, Linus, több mint 14 éve ismertem őt. Fölöttem volt a kis szemináriumban, de jó fej. Jó barátok lettünk, 2 évvel idősebb hozzám, de mindig gondoskodik rólam. Most Olaszországban tanul, és ha minden igaz, ilyenkor jövőre már diákonus lesz. Imádkozzatok! Köszönöm Desmond, ő is 2 éve fiatalabb nálam a kis szemináriumban is. Most Ausztriában tanul, ott is dolgozik. Anne, Dálun én elbe. Köszönöm szépen Enid. Ő is Olaszországban tanul. Mondtam, hogy az én a mi egyházmegyünkben nem volt olyan, hogy filozófia nélkül kerül külföldre kispapok. Utánam, vagy inkább utánuk, ők a következő olyan kispapok, akik külföldre kerültek, anélkül, hogy filozófia tanuljanak Olaszországban. Tehát biztos neki nem könnyű, de bízok benne, hogy be tudja teljesíteni ezt a nagy kihívást. Van nem gyisíke. Köszönöm a minisztránsokat, hogy így vágytok a mise szolgálatokat. Isten fizessen meg. Köszönöm a kórus. Nagyon szépen énekeltek. Nagy buzdítás volt nekem, hogy én is megpróbálok valameddig énekelni. Józsi bácsi is nagyon köszönöm szépen, hogy összeszervezted őket. Köszönöm szépen a kis teleki egyházközség. Amikor megkaptam a dátum, a szentelési dátum, azonnal mutattam Imre atyának, hogy nézd, megvan a dátum. És azonnal mondta nekem, hogy nyugi, megszervezünk. Azt is történt, meg is szervezték. Vagy inkább úgy is lett. Mindenben van, akire fordulni. Tehát
szívem mélyéből nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. És hogy itt leszek köztetek, ezt is nagy öröm nekem. Mondtam Imre atyának tegnap, hogy a szentelés mise végén, amikor az oltár előtt álltunk, és a diszpozíció, vagy a papírok püspök atya előtt volt, ahova helyezett minket, onnan néztem, és láttam Brendan, mellette láttam Kábecu. Csak felé néztem. Szerintem tudtam már, de nem tudom. Akkor onnantól kezdve tudtam, hogy már kistele. De megmondom őszintén, eddig itthon érzem magam, és bízom benne, hogy továbbra is így lesz. Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenét. Köszönöm az ismerőseim, barátok, akik külön helyekről jöttek. Tehát köszönöm mindenki, aki itt van ma, és együtt ünneped velem. Habár nem gondoltam, vagy nem képzeltem, hogy külföldön mutatok be az első szentmisémet, de megmondom őszintén, otthon érzem magam köztetek. Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm. És Isten fizessetek meg. Kérem továbbra tőletek, hogy imádkozzatok értem. Nagy ez a feladat. Biztos, hogy lesznek kihívások, lesznek jó idők, meg nehéz idők. Az itt fontos számomra, az imáitok. És azt kívánom mindegyiketeknek, hogy a jó Isten erőszítsen meg titeket, meg áldjon meg mindegyiketek. Ámen. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, most a Szentmise záró áldása következik. Azt követően elénekeljük a pápai és a magyar himnuszt, majd Brandon itt az oltár előtt újmisés áldásban részesíti a jelenlévő papokat, azt követően a papnövendékeket, majd kérem, hogy az egyházközségi tanácsosok testületének tagjai sorakozzanak föl, mert nekik utána dolguk van, és azt követően pedig a minisztránsok és a kedves testvérek jöjjenek, nem egyenként fogja önöket megállni, mert akkor holnap reggel is itt leszünk, hanem egy stólát, majd két kispap két oldalt fogni fog, és öten, hatan, ahányan odaférnek, legyenek szívesek odaállni, megkapják az áldást, azt követően nem kell visszaülniük a helyükre, nyugodtan ki lehet menni a templom elé, és ott a kisteleki hívek süteményét fogadják szeretettel, de nagyon kérem, hogy mindenki vegyen belőle, mert ha ránk marad, akkor a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a elhízás a szentelési akadály. Igaz, hogy most már nem kell szentelni, de fogadják szeretettel, és tényleg kóstolják, beszélgessenek, és töltsenek el itt pár percet egymás társaságába szeretettel. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedtel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Istennek legyen hála. Hol Szent Péter sírba téve, és rohanok dobog szíve, ezred ajkák, ezer nyelven, hői mozeg, édes teve. Tarts meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak egy tartóját.
Krisztusnak
Engem az Úr ragadott el magától. Ő tette szent barátjává a hírról. Azóta látunk minden égi titkot. Ennyi akarat, ő szép ezüst ékszer, anyám búcsú csóki, a földről csak ezt hoztam magammal, e helyre, mely az örök lét mint egy fényes angyal. Nem értem, édületes kasokban álló, hogy mi kicsinyek hozzám a hegyek mind. Csak ilyen szárnyaló csillag világó. Az ő hatalmas szent aranykem most, miként az örök tűz pihen áldva ajtóban. Így választottam a legszebb világon, a legbölcsebb igéket mondja a hegypapam. Én nálam szebben senki nem dalolhat. Én nálam szebben senki se látok. Ó, ittsek szárnyas vízióim, a nagy világ bámulni fog rátok. Ó, szálljatok ezüst galambok évek, majd robban angyal száll a tengerekre, megesküszi halhatatlan nevekre, hogy vége van a szárnyas szent időnek. Akkor lehull a szemről minden fától, akkor kitágul szemem mindeneknek, és fényben látnak engem ihletekként, a legnagyobbnak az örök egeknek. És fényben látnak engem ihletekként, a legnagyobbnak az örök egeknek.
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Amen.